Kedves Békés Csabaiak, tisztelt tévénézők! Az elmúlt év karácsony szeretetteli melegsége és fénye kísérjen minket az új év minden napján. A 2014-es esztendő is egy mozgalmas év lesz városunk számára. Új feladatok, új kihívások várnak ránk. Az ember ilyenkor számvetést végez, összegez, mi minden történt az elmúlt évben. Mi az, amit folytatni kell, és mi az, ami megvalósult, amivel elégedettek lehetünk. Biztosan egyetértünk abban, hogy egy sikeres, eseményekben gazdag év áll mögöttünk. Városunk egy új fejlődési pályára állt. Közös munkánk eredménye, hogy egy évvel ezelőtt megnyitotta kapuit a Csaba Gyöngye Kulturális Központ, amely városunk új közösségi szintere lett. Azóta megtelt élettel az épület, számos rendezvény, kiállítás várta és várja az érdeklődőket. A belváros megújítása is befejeződött, és végre megyeszékhelyhez méltó főteret kapott Békés Csaba, amire mindannyian büszkék lehetünk. A Szent István tér így újra a megye szíve lett. 120 program közül válogathatott nyáron a nagyközönség, igazi találkozóhely lett az új főtér. Egyre többször lehetett hallani, hogy itt mindig történik valami, hiszen egymást érték a népszerű, színvonalas előadások. 2013-ban elindult a vasútfejlesztés, amelynek keretében jelentősen javul a békéscsabai vasúti infrastruktúra, megújul a vasúti pályaudvar, érezhetően javul majd a közlekedés, a belváros és Jamina között is. Ez a sok fejlesztés, sok változást hozott városunk életében, felpesdült Békés Csaba, teljesen megújult a város. A fejlesztések mindannyiunk életére kihatnak, mindenki számára új lehetőséget teremtenek a kikapcsolódásra, művelődésre. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, de még van tennivaló. Továbbra is szükség van tehetséges, lendületes, felelősséget vállalni tudó emberekre. A feladatunk nagy, és ezért valamennyünknek össze kell fogni. Egy olyan világot kell közösen megteremtenünk, ahol biztonságban érezhetik magukat azok, akik tenni akarnak boldogulásukért. Együtt kell munkálkodnunk azon, hogy településünk továbbra is fejlődjön, hiszen nekünk ez az otthonunk, szeretjük ezt a várost, és szeretnénk még otthonosabbá, élhetőbbé tenni. Békés Csaba számára az új év további változásokat fog hozni. Újabb beruházásokat, újabb lehetőségeket, amelyek az itt élők boldogulását szolgálják. Az elmúlt évek alatt végzett munkának megvan az eredménye. Az alapokat leraktuk, most már lehet tovább építeni. Köszönetet szeretnék mondani önöknek az elmúlt évek együttműködéséért. Köszönöm, hogy erőt és fáradtságot nem kímélve igyekeztek tenni Békés Csaba gyarapodásáért, az itt élő emberek helyzetének jobbításáért. Köszönöm mindenkinek a munkáját, erőfeszítését és áldozatvállalását. Eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok önöknek!